Négy csapat részvételével rendezték meg Debrecenben az 5.-6. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia országos elődöntőjét. A mezőnyben ott volt a nyíregyházi Krúdi gimnázium csapata is, amely a házigazda Tóth Árpád gimnázium együttesétől 73-43-as vereséget szenvedett, így a békési Szegedi Kis István gimnázium elleni 78-53-as siker csak a szépségtapaszt, illetve a harmadik helyet jelentette Kovács Tibor tanítványai számára. Mi a Debrecennel kerültünk rögtön össze az első fordulóban. Azt tudtuk, hogy a Debrecen általában középiskolás szinten is egész pályás letámadást alkalmaz, egész pályán hajtják a védekezésben az ellenfelet. Erre készültünk is, de sajnos ott a pályán ez nem jött össze, több eladott labdánk volt, támadásban nem tudtunk megfelelő ritmusban játszani, akadozott a gépezet, nagyon sok helyzetet kihagytunk, ez pedig kihasználta az ellenfél, és már az első negyedben 20 pontos előnyre tett szert, és hiába játszottunk utána 3 negyeden keresztül egyenlő helyzetet, ez az első negyed eldöntötte a mérkőzést. Bár ezúttal nem jutottak az országos döntőbe a krudisok, a legutóbbi 3 végjátékban ott voltak Kovács Tibor tanítványai, akik tavaly a franciaországi középiskolás világbajnokságon is képviselhették a magyar színeket. Azt gondolom, és talán nem túlzok ezzel, hogy nagyon sok munka volt ebben az eredményben. Az előző 3 évben országos döntőbe jutottunk ezzel a csapattal, részt vettünk a franciaországi világbajnokságon. Most sajnos ez dobta a gép, nagyon csúnyán fogalmaztam. Egy mérkőzésen eldőlt a továbbjutás, de én azt gondolom nem tehetek szemrehányást senkinek, mert a lehető legtöbbet próbálta adni. Sajnos sérülések is közben jöttek a mérkőzés előtt, nem tudtunk teljes csapattal kiállni, de mindig az a legjobb csapat, aki adott szituációban szerepel. Meg kell hajolnunk most a győztes csapat előtt, és sok sikert kívánunk nekik az országos döntőben. Az országos döntőnek január 22-e és 24-e között Veszprém ad majd otthont.